Mielőtt elkezdődött volna ez a beszélgetés, Iboja elmesélte egy történetet, hogy egy híres riporter készített vele interjút, és mennyire meg volt ijedve, amikor Ibolyával kellett interjúzni. Benned Attila volt, félsz Ibolyával kapcsolatban? Nem, bennem kíváncsiság volt. Miután sokat hallottam róla az elmúlt évek során, meg hallottam is rádióba, de én miért nem, volt nem módum... hallottam róla. semmit? Nem szerepel annyit... Annyit, nem szerepel, annyit, a nyilvánosságban. De és mire voltál, vagy mire vagy kíváncsi, bolyával kapcsolatban? Hát leginkább erre az egész beszélgetésre, hogy milyen irányba tud menni, és mit tudok meg. Tehát, hogy egyébként az életbe valószínűleg nem tudnánk így leülni, nem lenne apropórá, rá, hogy megismerjük egymást. Én mindig szeretem az ilyen helyzeteket, amikor meg lehet más embereket ismerni, főleg akik. Elismerésre méltó teljesítményt tudtak teljesen más területen felmutatni. Úgyhogy én, én, mikor megkaptam ezt a felkérést erre a, erre a közös interjúra, akkor azt mondtam, hogy persze, hát ez, ez nem, nem is az a lényeg, hogy mit mondunk a, a hallgatóságnak, hanem hogy mit tudunk meg egymásról. Ja. Téged így mi érdekel egy egykori tősdeelnökkel, egy, egy nagyon jeles pénzemberrel kapcsolatban? Nem tudom, magát a fogalmat sem ismerem, hogy nem tudom, mivel foglalkoznak. Azt tudom, hogy sok-sok pénzzel, de meg azt is láttam, hogy sok-sok számokat néznek, meg kiabálnak egymással, meg mutogatnak valami papírokat. Nem tudom, csak tényleg én ott annyit látok, hogy rohangálnak össze-vissza az emberek, meg kiabálnak. De ott nem rohangált? Én, én nem? nem. nem. És nem. már nem is rohangált. Már rég rohangál. voltak, a 90-es évek voltak, de hát nyilván az ember. A tőkepiacsal és a tőzsdével leginkább az életében mm. különböző Hollywoodi filmekben tud találkozni, és akkor egy nagyon izgalmas uh, élmény éri. És hát nyilvánvalóan a filmben mindig más, mint valójában, mert filmben teatrális jeleneteket kell mutatni. Mit csinál egy tőzsde elnök? Igen. Hát a, a tőzsde vezetésének a feladata, stratégiaalkotás, a tőkepiac élénkítése, a tőkepiaci szereplők képviselete a törvényalkotás felé a politika irányába, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, és részt venni a külföldi befektetők Magyarországra csalogatásában. Ugye te 32 évesen lett a tőzsdeelnök. Nem ijedtél meg nagyon? Nagyon fiatal. Nem volt időmre. Tehát, hogy ez egyik percről másikra történt, tehát nagyon hihetetlen történet volt 2004-ben. Európa nem, egyik, volt... hanem a legfiatalabb tőzsdelnöke voltál. Igen. Volt Igen. Wow. Utána se volt benne, tehát amikor Ja Istenem, nyertünk című mondatra rímelve, hogy úristen, hova kerültem? Mondjuk az ötödik nap, a tizedik nap, amikor miniszterelnöki telefonokat kellett fogadni. De hát uh, hazamentem minden nap, és, és úgy gondolkoztam ezen, hogy, uh, hogy ebbe hogy kerültem bele, de de az események folyása olyan gyors volt, és annyi minden volt, és leginkább a bizonyítás, meg a helyzetnek a megismerése, és utána a úralása, hogy, hogy, hogy nem volt igazából idő ezen lamentálni, hanem csak csinálni kellett. Hm. Ez veled is így volt, Ibolya? Velem is, igen. Meg ide, én gondolom. Igen. A sok kélmény az téged mikor értel? Hogy Tisza Dobról egyszer csak az ország egyik legismertebb embere lettél. Emlékszem, hogy amikor már benne voltunk ebben a körforgásban, akkor már, akkor már egyre kényelmetlenül éreztem magam, amikor vége volt ennek a, a műsornak, nagyon sok idegen ember úgy jött, úgy közeledett felé, mintha évek óta cimborák lennénk, és nagyon-nagyon megijedtem, és utána rájöttem, hogy mikor kijöttünk ebből a műsorból, nincs leállás. Akkor abból a perspektívából, amikor a Megasztár véget ért, többet Jobbat vagy kevesebbet reméltél mondjuk 10-15 éves relációba, mint ami most van? Utólag így visszagondolva, ö, valószínűleg ö, nem, inkább nem ö, indultam volna el. Nem hanem, indultál volna el ma De nem, nem, miért? Nem volna inkább a lassabb lépcsőfokot. Nagyon sok volt. Tehát én nagyon nehezen éltem meg ezt a ö, sikert és őszintén szóval nem is éreztem ezt sikernek, mivel még nem, semmit sem raktam le az asztalra, azon kívül, hogy véget ért egy műsor. Meg is zavarta kicsit a fejed? Nagyon. Én megijedtem, és ha hazamentem anyához, és ö, úgyból ö, ö, gondolataimat és mindent helyre kellett rakni, hogy hogyan tovább. Annyi volt a szerencsém, hogy mindig olyan-olyan olyan kiváló zenészek vettek körül, akik ö, tényleg bizonyítottak már a szakmájukban, egy elismertek, és akkor találkoztam először a, a Rágyével, utána a Presszel Gáborral. Viszont te voltál, Igen. te voltál az első a szakmában, aki nem mert mondani. Presszer Gábornak, mi több, én úgy tudom, hogy azt is elmondtad neki, hogy ezen még kicsit dolgozni kéne egyik-másik számon. Azért ez mondjam, elég példátlan, hogy a Nem, nem, ilyen volt? nem ilyen volt, nem. Én mikor elkezdtem dolgozni a, 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 a Pici bácsival, tehát nekem azt gondolom, hogy meg, meg szerintem mindenki ezt gondolja, hogy azért Magyarországon a legnagyobb zeneikonról beszélünk, és... Olyan érdekes volt, amikor először így találkoztam, mert ilyen azt éreztem, hogy megyek össze. <laughs> így zsugorodom. Nem mondtam neki nemet, emlékszem, hogy ő mondta azt, hogy drága Ibolykám, ha valami nem tetszik, ha valamit nem úgy érzel, akkor, akkor nyugodtan mondd meg. Jó, és akkor én is, én is mondom neked. Szóval nem volt ilyen. É, annyi volt, hogy amikor rájött, hogy nem érzem például azt a dalt, akkor Ibi azt mondja, nem érzed, ugye? Nem, nem, ez most nem fog menni, pici vács. Jó rendben van, Ibolykám, és akkor úgy félre rakta így a... Tehát ennyi, ennyi. Egy interjúban csiszolhatatlan gyémának nevezett téged, aki alakíthatatlan. Azért én úgy veszem észre, hogy az idő előre haladtával azért lehet rajtad alakítani, nem? Nem. Nem? Sajnos nem. Sajnos? Azt mondom, hogy sajnos, mert én időnként kéne kompromisszumot kötni, de mindig, ha valamit a fejembe, vagy valamit eltökélek, akkor, akkor azon végig fogok menni. Ha törik, ha szakad. Részben, de ha már törik, és a mások is sérülnek, akkor nem. Tehát akkor félretolom a történetet. Attila is maximalista. Sőt, én találtam egy interjú részletet, ahol azt mondod, hogy nem is vagy Isten igazából elégedett, és ilyen kvázi önostorozóba mész át, ha nem a kívánt szinten sikerül valami. Ez igaz? Ez -e teljesen. De ez nem baj? Ez nem gát? Hát nem teszik egyszerűvé az életet, de valahol ez alapvetés ahhoz, hogy az ember ki tudja egy, egyrészt magából az életéből hozni azt, amire azt mondja, hogy volt értelme élni, másrészt, amivel ki lehet mások tiszteletét vagy megbecsülését vívni, ez belünk, belénk van kódolva, azt gondolom. Ez családi indítatásból jön szerinted? Hát, ha végignézek a családom, a felmenőkön, akkor akkor lehet, hogy mondhatom azt, hogy a vérünkbe van a... a, a Teljesítmény iránti vágy, vagy a nyughatatlanság, de, de nem tudom, hogy ez genetikailag örökölhető -e. Az, amikor egy, egy gyerek úgy születik bele egy családba, hogy nem tudom, mi hat generációra visszamenőleg politikusok, magyar tudományos akadémia elnökei, mob elnökei, alapító elnöke volt például az egyik, hogy miniszterek voltak, az nem teszi kicsit frusztráltá? Hogy úristen? Ne én... Nekem nem. Nem? Nekem óriási erőt adott meg meg biztonságérzetet, magabiztosságot. Tehát én ezért hálás vagyok, meg mondhatom, hogy volt az életemet, de teljesen jogos a felvetés, hogy biztos, hogy másokra esetleg úgy hatna, hogy akár összetöri őket, vagy... Tehát, hogy én sose éreztem úgy, hogy árnyékban evezek, én mindig úgy éreztem, hogy kapok egy, ezáltal egy plusz töltetet. Azok az elvek, vagy azok a cölöpök, ami mentén te nevelkedtél, az mikről szóltak? Szigor volt, azt tudom. Hát azt gondolom, hogy a mai értékrend, politikai világrend szerint leginkább egy liberál-konzervatív értékrendet kaptam a családba a családtól. Ami teljesítménykényszerrel járt? Nem, de, de a, a szeretet és a, a hazáért tevés az egy, az egy fontos elem volt mindig, és ez felelhető a családunkba. Tehát nem, nem hiszem, hogy bárkit is mindig az mozgatott, hogy kapjon valami díszes névjegyet, hanem a feladatok megtalálták azért, mert nyitott volt rá. Tehát nem azért lett az kapám vagy a szép apám a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, vagy, vagy lett kultuszminiszter, mert, mert így nőtt föl, hogy ezt szeretné elérni, hanem ha egyszerűen a, a kiválasztódás, a teljesítmények alapján, meg az elképzelések alapján. Egyszer csak ezek a feladatok megtalálják az embert. És ez nagyon fontos szerintem, hogy Megfelelő alázattal és szorgalommal kell az embernek létezni és tenni. és Kérdezek, egy kicsit szemtelent. Igen. Jó? Olyan nem volt mondjuk egy fiatal emberben, 15-16 évesen, hogy tudva azt, hogy ilyen háttérrel, ilyen nimbusszal született, hogy egy picit fölényessé válik, akár csak időszakosan is. Lévén, hogy az indíttatása már egy picit kiemeli az hát, átlag emberek közül. Hát ezért hozzá kell tenni, hogy miközben ezek a családi, ez a családi háttér predestinálja az embert, megkötelezi, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy én Tatabányáról, a Sárbelki lakótelepről kezdtem, hisz azért a második világháború után teljesen lenullázták a családunkat, kitelepítés, a fővárosba se lehetett belépni, útlevél nem volt a 60-as évekig biztosítva, tehát minden, tehát nulláról a, a nagymamám még egy disznóolba nevelte föl az apámat, tehát egy kulákházba voltak berakva, és innen kellett építkezni, és nem volt más, mint az eszünk, és azzal sáfárkodni, és arra, és hát Édesapámat nem vették fel az egyetemre sokáig, tehát ilyen mindenféle trükkökkel tudott elhelyezkedni végül a bányamérnöknek tanulva, hogy, hogy ne jöjjenek rá, hogy Szalai Berzevici a neve, és milyen az arisztokrata háttere. Szóval ott volt egy 40 év a történelemben, amikor le lett minden nullázva, és ügyeskedve kellett előrelépni, hogy, hogy mégis valami értelmes módon tudja a, 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 akár édesapám, vagy a nagymamám az életét eltölteni. Épp ezért indulat, düh, soha nem volt benned, mondjuk a szocialista rendszer irányába? Hogyha azzal töltjük az időt, hogy emocionális fűtöttséggel ülünk, és uh, siránkozunk, és és kritizálunk, ahelyett, hogy azt mondjuk, hogy jó, ez a helyzet, akkor ebből mit lehet kihozni, és hogy lehet A-ból B-be eljutni. Hát nyilvánvalóan ki mit kezd az ilyen helyzettel. Én nem, nem ezzel töltöm az időmet, hogy a, azt a 40 évet átkozom, hanem a következő 40 évre próbálok a legjobban lépkedni, tanulva az elmúlt 40 évből. Iboly, amikor egy ilyen családfáról, vagy egy ilyen indítatásról hallasz, mint ami Attilának jutott osztály részül, ilyenkor irigység van az emberben, hogy ebből én miért maradok ki, Valami fajta furcsa, megfoghatatlan dolog mindez számodra, hogy viszonyulsz ilyenhez? Nem, nincs, nincs bennem semmilyen gondolat. Nekem az tetszett, ahogy meséltél arról, hogy az alázat, a tisztelet. Tehát ugyanaz, tehát nem, rugaszkod, nem rugaszkodtál el a földi dolgoktól, hanem nem, igenis, én nem. Ragasz, nem, én ezt, ezt érzékelem, hogy ragaszkodtál ahhoz. Tehát ez tart téged a Földön, ezt tart jelen. Ugyanúgy, én nálam is ugyanez hasonló. Tehát semmi. A legfeljebb annyit mondok, hogy na hát valakinek volt családja, nekem meg, meg nem. De hát most Istenem, tehát nekem volt, volt családom, 360 gyerek még mellettem ennyi. És hát most mégis itt ülünk. <laughs> És itt ülünk, igen. Összeért az életünk. Ingen. Én sem szomorkodok, inkább, inkább. Mindig azt szokta nekem mondani, Anya, ki nem az igazi édesanyám, én és Neáncsa Aranka, hogy. Ő a Tiszadóbi Évekkelőintézetnek Tisza volt az igazgatója. Igen, igen hogy drága ibolykám a problémák azért vannak, hogy megoldjuk. Tehát muszáj lépegetni előre, előre, még ha nehéz is, de hát ez, ez, ezt adta az élet. Hát most ez van. Olyanon elgondolkodik, akár egy gyerek, akár egy fiatal igen. felnőtt hogy miért így kezdődött az ő élete? Tehát mi a magyarázata saját magad számára, fiatalként? Hogy miért pont én vagyok így, miért nem más? Vagy ilyenre nem gondolkodik a gyerek? Nagyon rosszul gondolom én ezt. Lehet, hogy volt ilyen az otthonban, aki azt, azt gondolta, hogy úristen, milyen szerencsés, neki van ez, neki ez, adatot meg, és én mindig azt szoktam erre mondani, hogy ugyanúgy a lehetőségek megvan neked is, mert bárki, bárki lehetsz. Lehet Azért orvos. ez nem így van, hogy nem mindenki ilyen csillogóan tehetséges, mint te? Nem, nem. Az ember nem csak zenélésben lehet tehetséges, hanem tanulásban is például, vagy sok mindenben lehet sikeres. Például egy, egy munkahelyen, egy egyszerű munkahelyen, ahol sikereket ér el, például van egy ismerősöm, ugyanolyan nevelő otthonos volt, mint én, ő például elvégezte a képzőművészeti egyetemet, és festőművészként tevékenykedik, és elég szép nagy összegekért adja el a, a festményeit, kiállításai vannak, ismerek ügyvédeket, tehát bárkiből bármi lehet. A te indítatásoddal, a te karriertörténeteddel félre is csúszhatott volna mindez? Félre is csúszhatott volna, igen. Mind csúszhatott volna félre? Hát én egy nagyon nagy csavargó voltam. <gül> <gül> Mit jelent? Hát valahogy az iskola az valahogy nem, nem... Nagyon szerettem volna egy zeneszak közébe menni, és, és ö, ö, az előző nevelő otthonban az igazgató azt mondta, hogy már pedig nem. Tehát nekünk nem volt ö, abban az időben olyan lehetőségünk, hogy, hogy ha mi el akarunk menni egy zene közébe, akkor persze mehetünk, nem úgy, mint most a mostani fiataloknak, hanem oda kellett menni, ahol, a, amit ők mondanak például. És te ilyenkor el kellett végeznem egy varónői szakmát, úgy képzeld el, amit egyszerűen me, mindig mellé jártam, a suli mellé jártam. Egy, egy, tudtam, hogy hogy működik az a, az a varógép például. Szóval, hogy olyan felesleges dolgokat csináltam még annó, ami egyszerűen nem is érdekelt, mert mindig is a zene érdekelt, és mindig azon az úton szerettem volna elmenni, de valahogy nem adták meg azt a lehetőséget. De ilyen értelme de. mégis megalkudtál, Elmentél abban a varró is. voltam, mert akkor kiraknak az utcára. És Érzel. azért még nagyon fiatal voltam, és éretlen. És mit sem tudtam még az életről. Valam. Később amikor mondjuk már befutott énekesnőként, szerettek volna veled valami olyasmit csinálni, vagy csináltatni, amihez nem fülött a fogal. Akkor hogy reagáltál? Hát, nagyon finoman ö, fogalmaztam, hogy ez ez nem én vagyok. Nagyon finoman fogalmaztam. Természetesen, mindig. Én, én egyébként nem nem, nem ordibálok, hanem én tényleg ilyen finoman, mosolyogva elmondom, hogy ha valami nem tetszik, és akkor ennyi. Attila, te mertél lázadozni? Um. Nem is lázadás ez, nem, nem ez lázadás, ez nem lázadás. Volt egyfajta véleményed. Amilyen vagy, tudod, nagyon fontos, hogy amilyen vagy, olyan is maradj. Tehát ne próbáljon meg más, mássé, mássá alakítani, vagy mássá formálni, mert ez olyan, mint a te munkádban is, egy nagyon-nagyon fontos munkát végzel, és neked tényleg figyelned kell, nem csak arra, amit te csinálsz, hanem másokra, és hogy hogyan végzik. Attila, akkor másokra kérdezem, hogy reagáltál te, vagy reagálsz ilyen helyzetekre? Így. Nem, 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 Mert hogy nem, vagy, nem az... vagyok egy lázadó típus, nem volt olyan korszakom, amikor hosszú hajam lett volna, vagy másképpen öltöztem volna. Én Azt gondolom, mindig fölvállaltam, hogy a decens megjelenés vagyok én, mm. viszont ugyanakkor elég erősen föl ki tudok állni azért, amiben hiszek, vagy amiről azt gondolom, hogy az a jó, az a jó. És, uh, ez, és nyilván ez nem is árt, hogyha valaki uh, közszereplőként próbál uh, irányt mutatni, hogy nem szabad megijedni, ha esetleg a többség sem úgy gondolkozik, mint te. Szóval őrültségeket nem csináltál fiatalos? Hát nem nagyon. Mi volt mondjuk nem a nagyon. legnagyobb, ami úgy azt mondott? Hát a legnagyobb őrültségeim azok, uh, azok azt gondolom, hogy a hegymászás köré uh, tömöríthetőek. Sportos életet éltem, és abban viszont próbáltam mindenféle kipróbálni. Nem, nem, az, az, az nem. Hát de. ha csak a hegymászás, az nem, nem, számít extrémnek. De, de nem, nem voltam egy, egy, egy rossz, rossz gyerek típus. Volt azért egy olyan történet, hogy legalábbis én erről olvastam, hogy amikor te készítettél egy fotóalbumot, körbejártad a első világháború helyszíneit, akkor te kvázi életveszélybe voltál, egyszer egy bizonyos kép elkészült, akkor hegymászóként kellett, igen, ugye, feljutni. Igen. Ott állítólag nagyon rezgett a léc most. Hát, nem, nem rezgett, viszont, viszont az ember nincs kikötve, és egy párkányon, egy elég hosszú párkányon kell így átlépkedni, ami alatt több száz méter mélység van. Akkor, akkor le kell győzni azt a pánikot, ami, ami elő tud jönni az emberből, hogyha be, abba gondol bele, hogy itt most közel van ahhoz, hogy itt véget érjen. Ebbe belegondol az ember szükségképpen? Nem, ezt muszáj, muszáj, legábbis nekem muszáj volt erről a gondolatot elterelni, különben pánikba esek, és ha pánikba esünk, akkor nem uraljuk a testünket és a lépéseinket. Tehát ezt, ezt, ezt kezelni kell, és, 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 mondjuk a hegyekbe kerülhet az ember ilyen helyzetbe. De mondjuk tényleg ez volt az a helyzet, amikor azt gondoltam, hogy egyetlen fényképért most ezt érdemese megcsinálni, de nagyon akartam, mert nagyon nagy szükség volt a könyvembe, ami majd egyébként jövő áprilisban fog kijönni. Az sem békjóz ilyenkor, vagy tesz óvatosan, hogy azért úgy tudom, te Erős voltal meghódítottál pár. Ne, hát nem, csak részt vettem részünti. az ő utolsó előtti expedíciójában, tehát közelről megnézhettem, milyen egy ilyen magas hegyi expedíció élete, és 6000 méter magasságig Az elkísértem nem kevés, azért. Azért az a, a nem kevés. csapatot. Különösképpen úgy, hogy az egyik utazótársatok később életét vesztette, ha jól tudom. Igen. Erős igen. volt, hol nem is beszéltem. Igen. El. Igen. Tehát ilyenkor az emberben nem fut át különösképpen úgy, hogy nem egy képzett hegymászó. Igen. Hogy te jó Isten, mi a túrót keresek én most itt? De, de. Ugyanakkor hát a kíváncsiság, meg sok pozitív dolog van, tehát nem véletlenül köti a hegyek magához az embereket, ha egyszer fölmennek, mert ez egy más világ, és van benne egy narkotikus szépség hogy függővé teszi az embert. Igen, igen. igen. Neked volt bármifajta függőség, Edi baja? <hör> 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 Milyen függőség attól függ? Bármilyen függőséget elfogadunk. U, sok. Amiről persze akarsz beszélni. Ez ez üzere, nagyom, sok. Sok, sok, igen. <hör> És azt mondja Attila, hogy ilyenkor az embernek tudatába kell lennie annak, hogy ez rossz, jó önuralmat tanúsítani, ez neked nem ment, akkor tudtad, hogy most mi a helyzet? tudtam, mindig felismertem, hogy most húha, most nagy-nagy-nagy gáz van. Ez nagy Természetesen. De azért nem, nem, voltak úgy mellettem, tehát vagy ezt úgy lehet, vagy lerakod, és kész ennyi. Vagy, vagy meg, megadod magad, és akkor tovább folytatod. És te inkább megadtad magad? Nem, én azt mondtam, hogy ezt ide. Vagy vagy a kukába, vagy, vagy bárhová. Igen. És volt egy pont, amikor te azt mondtad, hogy eddig és ne tovább, vagy ez egy folyamatnak volt tulajdonképpen a tettő? Volt egy pont. Én minding, mindent abba tudok hagyni. Egyébként nagyon érdekes. Hihetetlen. Most mondjuk ajzószerekről is beszélünk, tehát még alkoholról? Te, is. Ö, nem, hát az a, én már nagyon-nagyon szeretem a sört, azt tudni kell. Minden este. Ez Ez szóval nem, te vagy itt egyedül? Így, én is. így van, és. Ö, nem, nem, hát volt más, más, másféle történetek is, és ez óhatatlan, hogy az ember bele-bele csúszott ezekbe a történetekbe, de nagyon szépen kirávaltam belőle. Ennek hány éve? Tizen, tizennégy éve. Tizennégy. tizenöt. Te ugye jól vagyok informálva, mert egy interjúműsorban ezt említett, hogy a dűkitörések kapcsán is kérte segítséget. Nem volt dűkitörésem soha. Nem. Nem. Nekem nem. Akkor valamit lehet, hogy félreértettem. A Ö... Friderikus Sándorral folytatott beszélgetésben nekem legalábbis az derült ki, hogy voltak a... nagy felcsattanásaid, és ott egy segítséget kértél egy pszichológustól. Nem. Azt tudni kell, hogy, a, hogy a, a, a mai napig pszichológushoz járok, tehát nekem szükségem van rá. Tehát, hogy vannak dolgok, amik, amik miatt, azt gondolom, hogy nem csak én járok, hanem nagyon sok ember ö, ö, jár ilyenfajta, hát, vagyis ilyen fajta segítség, nem is tudom. Terápiára. Hogy, terápia, igen, köszönöm. Nekem, nekem kell, szükségem van rá, mert enélkül például ez is egy függőség, például. Igen. Szerintem igen, mert. mert hát a kimarad egy foglalkozás, akkor már rosszul érzed magad? Ma olyan hogy hiányzik? Nem az, hogy hiányzik, hanem nagyon fontos, hogy mik mi azok a, a, a koszok, kossz, kossz, amiket szépen kezdik kikaparni és kitisztítani. Tehát én mindig azt gondolom, hogy az embernek van egy saját, mindenkinek van, minden embernek van egy temploma, és ez a templom az a temploma, az a lelkünk. És ez nagyon fontos, hogy a lélek az, az, az rendben legyen. Itt is, a fej is, meg, meg itt is. És nem mindegy, hogy, hogy mennyire tiszta ha összerombolom a templomomat, akkor összedől, és akkor vele együtt én is. Mikor véget ért a te tősde elnöki pályafutásod, négy vagy öt évig tartott, ugye? Négy. Négy igen. évig. Akkor De lehet, hogy rosszul gondolom mindezt, hogy amíg az ember hatalmon van, idézőjelben téve pozíciója van, akkor azért jó pár hajbókoló ember veszik körül. Igen. Ha úgy tetszik, érdekbarát. Igen. is. ezek megkoptak meg rendesen utána? Ö, ettől féltem. Tehát mikor ez egész 2008. június végén véget ért, akkor első kérdés igazából ez volt, hogy most már nem vagyok a tőzsde elnöke, fölveszik-e még a telefont? <hül> Visszahívnak-e? És hát tartottam ettől az élménytől, és az volt az érdekesség, vagy a pozitívum, hogy az élet ment tovább. Semmi nem változott. Addig nem tudtam, hogy a Budapesti Értéktős, de elnöke cím nélkül a Szalai Berzevici Attila, mint önálló név és brand mit ér. Ma se tudom, ma is meglepődöm, mikor behívnak egy ilyen interjúra, hogy érdekes, érdek, hogy hogy valaki, éhatlak, hogy híd, igen. aki hallgat minket, hogy én mit mondok. Tehát ez mindig egy új élmény, egy megerősítés. De amire rájöttem utána... Hogy mindaddig, amíg az emberek azt gondolják rólad, hogy te bármikor, bárhol megállod a helyedet, és még visszatérsz, és és bárki lehetsz, addig, addig vissza fognak hívni. Az egy más kérdés, hogy, hogy mondjuk pont egy ilyen interjúban meghívnak-e utána is, vagy, az, vagy úgy távoztál, hogy cikilettél, elhasználódtál. Tehát, hogy lehet nem szépen távozni ezekből a pozíciókból. Te azért ilyen elemző típus vagy, ugye? Önelemző. elemző. elemzem, nem ön, a helyzet, hát mindent elemzek. Igen? Igen. Ezt a szituációt is most adott esetben? Mindenről van gondolatom. Az nem terhes időnként, hogy az ember folyamatosan a gondolataival nem, a... Nem, mert már 47 a... ez van. De te, Hozzászoktam. Te próbáltál tenni ellene? Nem. Nem? Nem, mert ez természetes. Talán ez segít abban, hogy nagy butaságot nem csináltam még az életembe. Ez és egy egyfajta szintetizáló képesség? Nem tudom, lehet, hogy kockázatkezelésnek hívom. Kockázatkezelés? <síns> <síns> tehát, hogy ne csinálj olyat, amiből bajot származhat? Hát, tehát az, hogy egy valakinek a neve brand legyen, érdekes legyen, és hiteles legyen, ez azt jelenti, hogy nem csak foglalkozni kell ezzel, hanem meg is kell védeni. Ez pedig azt jelenti, hogy nem észre kell venni, mi az, ami butaság az életünkbe, és nem használ, vagy amibe elcsúszhat a nevünk, meg a hitelességünk egy életre. És, a, és ha ezt engedjük, akkor nincs, nincs, nincs visszaút. És, és mondjuk, ráadásul a pályák nagyon másak. Tehát el tudom képzelni, hogy az Ibolyának sokkal többet sok mindent, sokkal több mindent megbocsáthatnak a, a, rajongói, vagy a követői, mint amit nekem adott esetben meg tudna Igen. bocsátani az én szakmám. Mert ez egy konzervatív, amit nincs, nincs hely utaságokra. Ez továbbra is a világ találkozó Olá, és Szolai Berzevici Attillával. Ibolya, amikor arról beszélt Attila, hogy ez a poszt, ez a presztízs, mivel jár adott esetben, az jutott eszembe, hogy neked, és magamból indulok ki elsősorban, aki tudok elfogódott lenni például egy fogadáson, vagy ha nagy respektussal bíró, Aha. tekintélyes emberek vannak ott. Neked azt meg kellett nagyon tanulni, hogy egy ilyen közegben, ismert emberként, hogy kell előírásszerűen eljárni? Nem. Nem? Nem. Fú, van egy sztorim, nem tudtam, hogy mi az a Gundel művészeti díját a dolgára. Én meg voltam győződve még 2000, nem tudom, 5, 5 hogy ez egy sörfesztivál. <gül> nem. <gül> Tehát annyira ilyen kis tudatlan, nem sok mindent tudtam erről a világról. Azért az köz tudott, hogy egy, egy burokban éltünk, és ebből a burokból, amikor így kicsöp, kicsöppen az ember, akkor azt sem tudtam, hogy, hogy mi hány méter, és még semmi menedzserem nem volt. Emlékszem, tényleg olyan furcsa volt, hogy egyedül egy albéletben nincs az a sok zaj, zsivaj körülöttem, ehhez, ehhez mind hozzá kellett szokni. Én oda mentem a pincérhez, megkérdeztem, egy nagyon magas, jóképű fiatal ember. Elnézést, uram, melyik emeletem van a földszinten a sör? Azt nem, ez jó, hogy jön drága ívója, mert, mert ez nem sörfesztivál, hanem ez egy gundelművészeti diát a dolgál, ahol hivatalosan meghívtak és néztem a névsort, igen, rajta vagyok, és azt mondja, fáradjon, mert mondom, nem mondja olyan fiatal, akkor jöttem a koncertről, és ilyen szakatos gatya volt, szakadt, ilyen citromsárga szakadt ö, ö, póló, és persze már jó sörszagom is volt, <gül> <gül> és nagyon éhes is voltam, és mindegyik nagyon elegáns, ilyen frakban ilyen gyönyörű szép ruhákban voltak, akkor láttam először Töröcsik Marika nénit, udvaros Dorottyá, tehát ilyen a mai ilyen sztárok, vagy nem, tehát népszerű emberek, híres színészektől kezdve, én nem mondom, idadna adnál, uram, a, a, kendőjét, hát majdnem két méter magas volt, magamra terítettem el, mit ad a jó Isten, a leges leghátul, a leges a leghátsó asztal volt az enyém. Mondom, ennél közelebb nem lehetett volna maradni azt, azt az asztal, nem minden. Én nem tanultam meg viselkedni, hanem az élet tanított meg, hogy hogyan is kell egy ilyen közegben ö, ö, mozogni, és... Ö, Ellestél a dolgokat adott esetben? Nagyon sokat tanultam, igen. Kiktől tudsz mondani, vagy hogy milyen helyzetből lehet ilyenkor csenni? Amikor olyan, olyan közegben ö, vagy, ahol nem a te világod van, nem azt a szókincset, nem úgy beszélsz, mint egy hétköznapi, hanem olyan-olyan szókincseket használnak, amik, a nézek így, mint, mint <suk> Rozia a mozikában, de, de figyelek, és megkérdezem. Tehát én úgy tudtam találni, hogy megkérdezem, hogy nára, ez a szó mit jelent? Hogy nára, hogy az egész mondatot nem értettem. Mit is akarsz velem közölni? Nem lehetne egyszerűbben fogalmazni? Szóval hogy voltak ilyen, ilyen helyzetek, de most már hála jó Istennek, most már nem jövök. De akkor sem jöttem zavarva, mert velem ellentétben mások nem kérdezik meg, hogy ez mit jelent, és hülyét csinálnak magukból. Vagy találkoztam olyan esetet, hogy használ olyan szavakat, amit ő maga sem értette, hogy mit jelent, de belerakta a, a mondatába, és akkor az egész egy hülyén jött ki. Tehát voltak ilyen, ilyen, ilyen szituációk is, de, de Lényegében nem tudom, hogy hogyan. Az élet hozta, az élet ő tanította meg, hogy hogyan kell meg a helyzet. Mennyivel talpra esettebb vagy, mint például Penelope Cruz, róla olvastam egy történetet, hogy amikor már a Gundel diátadóról jutott eszembe, mikor ő lett annak a bizonyos évnek a csillaga, és átvette az Oscar díjat, akkor természetesen Aha. meghívták őt az utána következő partira, ahol a megasztárok, gigasztárok ültek, ő egy nagyon szegény sorból származó spanyol ajkú hölgy, anyukájával, a nővérével és az apukájával elindultak, kezébe a szoborral, tehát az Oscar szoborral, és beírtak az egyik zárt körű buliba, benyitott, megtapsolták ő természetesen, és ő volt az estnek az első számú sztárja, és benézett egy kanapéra, ahol Robert De Niro, Scorsese és Nicholson önfeledten viszkizett és Penelope Cruz visszafordult, és azt mondta a szüleinek, hogy én ide nem merek bemenni, és a kis szobrával elindultak a, az egyik gyorsétterembe, és ott töltötték el az Oscar díj utáni hmm. estet. Vagy nem, but. nem volt, én nem voltam szerény. Fú, talán még Pimasz, Pimasz is voltam. Ne, igazi csibész volt. De kivel szembe voltam. Mindenkivel. Pimasz. Tehát én nagyon-nagyon én élvezem az életet, és nem, nem tudom, én ilyen, ilyen vagyok. Tehát, hogy én még meg is kaptam, kaptam egy díjat, őszintén szóval az, annyit mondtam, hogy igazából nem tudom miért, amióta kijöttem ebből a műsorból, csak kapom ezeket a díjakat, de még nem csináltam semmit, ami miatt kaphatnám meg ezek, ezeket a díjakat, de, de, azért köszönöm. Tehát ez volt, tehát én így köszöntem meg, de én nem, nem jövök zavarva, általában mindig én hozom az embereket zavarva. Attila, te kedvered a különféle fogalásokat, ami a munkáddal együtt jár? Nem. Nem? Nem. Sokon kellett részt venni. E, nekem mindig megerőltető részt venni, hivataloskodni. Ha benne vagyok, teszem a munkámat, de én nem, nem vagyok az, aki szeret partikra járni. Távolságtartóan szoktam az ilyeneket kezdeni, aztán néha sikerül fellazulni, néha nem. Akkor eljövök. Eljössz? Mennyivel? Nem. Az esemény kezdete után? Hát a, azután, amikor már a, a kötelezettségek. Le vannak tudva, tehát ha ami illik, ezt megteszem, és azon felül akkor, hogyha nagyon jól érzem magam, egy jó társaságot találok magamnak. De egyébként én nyilván vannak, akik szeretik megmutatni magukat, jelen lenni, én, én, én nem, miközben én egyébként egy extrovertált típus vagyok, de ilyen helyzetekben nagyon introvertált tudok lenni. Ebben a műsorban deklaráltan nem fogunk politizálni, úgyhogy a konkrét politikai mozzanatokat, azt kérem, felejtsük el, de viszont rendszeresen belefutottam, készülve a veled való interjúra, hogy két lehetőség is felmerült életedben, hogy politikai pályára lépj. Egyszer gazdasági miniszterként, egyszer pedig fölmerült a neved egy bizonyos szituációban, hogy miniszterelnök jelölt is lehetsz. Ez igaz? Ezt mondták nekem. Az első, elsőre tudom konkrétan, hogy igen, felmerült a. Már hogy ég, Igen, a másikról csak én is hallottam Na, benne a mondákat, de. Önni? Nem, most van miniszterelnökünk is. <laughs> és... <laughs> <laughs> Jó, hát nyilvánvalóan aki, aki ismeri az én munkámat, meg szerepléseimet, sőt, aki ismeri esetleg nyilván a családi felmenőimet, könnyen gondolja az, hogy mi sem egyszerűbb, vagy magától érthetődőbb, mint hogy nekem a pályafutásomat a politikában kell, hogy kiteljesítsem, vagy folytassam, de, de ez számomra nem egy, miközben nyilvánvalóan ez ország sorsa, és az ország fejlődése, az mindig szívügyem volt, de minden napig úgy gondolom, hogy értékesebb és többet tudok hozzátenni civilként, mint ha beszálltam volna én is bármelyik ponton a politikában. Meg sem kísértett, akár csak órákra vagy napokra? Nem kísértés sose volt. Mindig úgy gondoltam, hogy izgalmas, tetszik. Egy-egy szituban mindig el tudom képzelni, hogy, sőt, eljátszom a gondolattal, hogy én itt mit mondanék, mit képviselnék, és a többi, de, de, de én tökéletesen boldog vagyok a életemmel a, úgy, ahogy van, és nincs bennem egy ilyen kényszer, hogy nekem, nekem muszáj belépni a politikába. A politikába egyszer lehet belépni. És nincs visszaút. És nincs visszaút, tehát azt, és Ó, ráadásul győztes, győztesen kell belépni. Tehát, Én a apád véleményét kikérted akkor, aki ugye akkor országgyűlési képviselő volt. Az ő, ő véleményét nagyon gyakran, tehát kikérem számomra fontos a véleménye, pont azért, mert van egy nagyon józanítélő képessége, és jól sokat vitatkozunk, azért nem látjuk a politikát mindig teljesen ugyanúgy, sőt, de... De mérvadó számomra, mert ő úgy politizált, hogy nem próbált első vonalba lépni, nem hatalmi ambíciói voltak, hanem inkább szolgálni, szó szerint szolgálni. Tehát ő, ő éppen ezért mindig második vonalbeli, inkább szakmai politikus volt, nem pedig ideológiát képviselő azért merre kellő kérdezni, mert több interjúban ez fölmerült veled kapcsolatban, hogy amikor édesapádról egy újságcikkben megjelent, hogy amikor külföldön járt, akkor jelentéseket kellett tenni, ez benned, még ha az egy nagyon más világ volt, és azt gondolom, hogy más is annak a megítélése, mint hogyha valaki munkájából kifajólag perföldön tette volna mindezt, az benned, csak Eszterházi Péterről kiindulva, egy fiú esetében, ez milyen fajta megközelítést, vagy másfajta nézőpontot eredmény az édesapával kapcsolatban? Egy semmiért, mert én azt vettem észre, hogy úristen, veszélyes a, a, a sajtó, tehát hogy ezzel foglalkozni kell és kezelni, mert adott helyzeteket, hogy tud egyfelől a, a saját céljai szerint kommunikálni, másfelől pedig a politikai játszmák tényleg kegyetlenek. Tehát ugye mi, mi történt, az emberek összekeverik a a kémelhárítási tevékenységeket a besúgással. Így van. Az, hogy a szocializmus alatt mindenki, aki külkereskedelemmel, külhoni szolgálattal foglalkozott, az alapvető volt, hogy nagyjából úgy mehetett ki, hogy alá kellett írni egy papírt, hogyha bármilyen külföldi titkos szolgálat megkörnyékezné, azt jelenti és ez, és ezt azt gondolom, hogy, hogy egy, abban az időszakban ez egy természetes velejáróvé volt. Na most ezt összekeverni azzal, hogy a saját uh, családtagunkra, a munkatársainkra besúgunk, akik a három per 3 voltak, az egy teljesen más kategória. Az egy, az egy, az egy értékrendi jellem kérdés, de ott se szeretek kitelkezni, mert nézve, a történelmet, nem voltunk ebbe a helyzetbe, hogy viselkednénk, tehát, és hát igen, mi két évig Kuvaitban éltünk, meg előtte négy évért Algériában, pont azért, mert ő mérnökként, üzletkötőként dolgozott, és víztisztító berendezéseket építettek a, ezekbe az arab országokba, hogy a sót kivonják a tengervízből, és így ivóvizet csináljanak. Tehát, hogyha ezzel a technika, technológiával kapcsolatban kémkedést végzett a nyugat, hát igen, ilyen volt a rendszer. Iboly, édesanyádról kérdezhetlek? Melyikről? <laughs> Jaj, ja, az igaziról? E, nem, nincs értelme. Nincs értelme? Nincs. nincs, Nem is tartjátok a kapcsolatot? Nem, abszolút nem. Nem, minek? Minek? Hát, na van, van nekem már anyám. Ő az anya. A, igen, igen. A tiszadobról igen, ismert föld. Még annyit árulja, ha mondjuk fölbukkanna. Ő nem is, nem is feltétlenül parten egy kapcsolatfelvételben? Nem. Nem ismerem, mint embert. Nem tudom milyen. És ez nem is érdekel? Nem. Számomra ő egy idegen. Nem ítélkezem, de nem ismerem. Nem. Te se ítélkezel, ahogy Attila azt mondja, hogy nem éltünk abban a rendszerben. Nem, abban nem. az élethelyzetben nem voltál, amiben édesanyád volt? Annyit tudok volt? Ö, édesanyámról, amennyit anya ö, ö, kiderített ö, róla, hogy ő azért leány anyaként szült meg engem. És azért volt a, a nagymamám, tehát anyámnak az édesanyja, a mamám, meg a, a papa, azért köszöntött, hogy a papa az nagyon-nagyon szeretett inni. És azért nem voltunk biztonságban, amikor a papa ivott, akkor még mamát is kihajtotta a fagyos januári időben. Tehát ő nem nem igazán érdekelte, mert nem volt egy jó ember, és nem lettünk volna biztonságban. Ezért ez is sem tudok kitérkezni az igazi anyám felett, mert azt gondolom, hogy szerintem jól döntött, hogy abban az időben beadott a csecsemő otthonba igazából. Mi tud csinálni egy 17-18 éves lányanya, aki még munkája se volt, semmiért, Tehát így is ten, ten, nem tudom hány helyen volt szerencsét próbálni, mert édesanyám miatt voltam, 16 nevelő otthon van, és négy nevelő szülőnél, mert annyiszor váltotta a megyéket, utazgatott. És a mai napig úgy van jelen pillanatban is, hogyha egy anya nem mond le a gyerekéről, akkor ha egy anya át, átmegy egy másik, mit tudom én, Veszprém megyébe, akkor átviszik, át kell menni a gyereknek is. Tehát nekem is ugyanúgy költöznöm kell. És ami nagyon érdekes, hogy ez a része nem változott meg a mai napig sem. 16 nevelőintézet van. Igen, magintam. igen, igen. Ilyenkor az embernek egyáltalán emlékképei vagy kötődései kialakulhatnak nagyon pici korba? Talán annyi, hogy folyton volt egy kék utazótáska, amivel már kisebb pakoltam. <laughs> Ez ennyi. Mert sejtetted, hogy lesz még következő? Mindig, út. mindig. A, a igazi anyám az rengeteget költözött. Igazi nagy csavargó volt, de gondolom azért, mert mert, mert, mert mert, nem tudom, munkákat keresett, vagy nem tudom, hogy hogyan élte ő az életét. Tehát, hogy... Neked mit jelent a cigányságod? Hó, nekem azt mondták egyszer, hogy én nem is vagyok cigány. Nem tartozom a cigányok közé. <laughs> Öm, én, én félig cigány, és félig nem. Tehát, és a, nem tudom, a kettő, az nem, nem tudom, minek mondják. De van cigány identitásod? Én a... <laughs> Hú, a... Nagyon nehéz, mert nem cigányok között nőttem fel. De nagyon szeretem a cigány dalokat. Ugye, és... az nem bántó, ezt mindig tisztázni szerettem a cigány szó, Abszolút hogy a romát szereted inkább. Nincs, nem, a cigány, ez a, ez a helyes ez a helyes. Bocsánat, belevágtam a szabadba. De mondtatt, ez, hogy... ez a helyes, a cigány szó a helyes. Az hogy román. A mi mi az, hogy román? <laughs> Emlékszem, hogy ez a múltkor nagyon rögtön, mert uh, lomtalintás volt, és akkor egyszer egy... Mikrofonhoz ja, gyere a, egy picit közelem. A múltkor lomtalintás volt, és egy oda uh, egy, egy, egy faszi telefonált, és azt mondja, várjál már, csezd meg, itt van ez a... Hogy mondtál? Um, kurva! Bocsánat, a kifejező, ez én voltam. Mennyire <laughs> tisztában vannak nem az emberek magával, a fogalommal, hogy mit is jelent ez a szó. Most de nevetsz ő... rajta, de akkor azért ez fáj. Nem, nem, nem. akkor is nevettem, és akkor megállított, visszafordultam, és mosolyogva mondtam neki, hogy ő, nem, nem, azt még megértem, hogy cigánykurva vagyok, de az, hogy migráns kurva, az, az, az az ezzel nem tudok így most mit kezdeni. Aztán látta, hogy én nem, nem, tehát nem, tényleg kaptam én már annyit életemben, tehát olyan dolgokat kiabáltak már a fejemhez, tehát beéttetette, és de hogy letette a srác a telefon, az elnézést, azt mondja, maga én nagyon fain, nem tudtam, hogy ennyire közvetlen. Mondom, nincs semmi baj, de azért elmagyaráznám. Kísérjen el fiatal ember, még míg, míg, megérkezem, addig elkísérhetne, <laughs> és addig elmagyaráznám, hogy mit is jelent ez a szó. Igaz, és vállalkozott rá? Vállalkozott, aranyos elkísért. És elmondtad és, neki? Igen, elmondtam. És volt még egy... Ez, ez, ez kétszer történt. Egyszer volt, amikor az exemmel sétáltam, akkor is történt egy ilyen... Még utána is. Nem tudom. Nem, én, én, én azt gondolom, én nem verem a mellemet, hogy cigány vagyok, de azt gondolom, hogy... A mai, hát a cigányság az egy, az egy nagyon nehéz fogalom ebben az országban. Én azt gondolom, hogy a cigányságot csak úgy lehet megmenteni, hogyha tanulnak ezek a fiatalok. Abból ki lehet, abból a fajta körből így ki lehet mozdulni, de nagyon-nagyon nehéz. Látok én olyan dolgot nap, mint nap, amiben azt mondom, világ. Hogyha még léteznek ilyen dolgok. ez nem is kéne Afrikába menni, mert itt van nem messze, csak egy pár kilométer. A ha. Népszabadság egyik interjújában, Senegábor kérdésére azt mondtad, hogy szerinted semmi nem jó abban, hogyha valaki cigány. Hú, lehet, hogy rossz nap, rossz ballába ébredtem fel, tudom. <laughs> Nincs, van benne jó és van benne rossz, de azt gondolom, hogy inkább több a. a, a hát több a negatív, tehát nekünk azért a dupláját kell mindennek csinálni, tehát bizonyítani, hogy, hogy igenis. Én például nekem mindig az fáj, hogy, hogy egy kalap alá vesznek olyan típusú emberekkel, akik nem is lehet hozzá hasonlítani engemet és őt is. És még azt gondolom, hogy én kőkeményen dolgozom, és, és igyekszem mindent megbecsülni magam, tehát ahol, ahol jelen vagyok, vagy létezem. A, és mégis akármit csinálok, majdnem mindig, mindig. ugyanaz, ugyanaz. Tehát olyan dolgokat kapok időnként az emberektől, amit, amit nem értem, nem értek a, a mai napig. És ez abban az időben nagyon-nagyon gyakran fordult elő, most már hála Istennek egyre ritkában, és azt gondolom, hogy ezt csak úgy tudom elérni, hogyha még keményebben dolgozom, és jobbnál jobb dolgokat rakok le az asztalra, hogy hogy most már nincs az, hogy, hogy kiabálnak utána, hanem, hanem, művésznő, művésznő, tehát már elértem azt a szint, hogy, hogy most már nem, hogy olá, meg, meg szóval nem. az, azért az nagy pillanat lehetett, amikor először azt mondták neked, hogy művésznő, nem? Nem, um, nem, inkább csak csodálkoztam csodálkoztam. Pici bácsi mindig azt mondta, hogy mindig azt mondta, hogy olyan szeretnék válni, hogy tehát vannak csak a sima előadók, és vannak a... az előadó művészek. És én, én mondtam, hogy én előadó művész szeretnék lenni, nem előadó nem szimplán énekes, hanem én előadó művész, mert azért már a színházvilágot is megkóstolta, persze nem vagyok színész, de nagyon szerettem minden dolgokba vele kóstolni, és hála jó Istennek, jól csináltam, nem tudom, hogy, de ment, tényleg ment, de amikor nagyon-nagyon beleszerettem például a sanzonban, ezekben a beach sanzonok, különböző fél, akkor rájöttem, hogy atya világ, milyen keveset tudok még a zenéről, Atya világ, mennyit kell még tanulnom. De ha szerencséd van, és hogy olyan ember vesz téged a szárnyalján alá, mint a Presser vagy olyan kortás művészek, írók, költők dolgoznak veled, mint egy parti nagylajőstól kezdve, szóval azért azt mondom, hogy egy szerencsésnek tudhatom be magamat, mert ezektől az emberettől rengeteget lehet tanulni. De Amikor arról kérdeztek téged, hogy mi a titkod, vagy mi az erősséged, akkor egyszer azt mondtad, hogy amit én csinálok, azt nagyon kevesen tudja rajtam kívül Magyarországon, ha van olyan egyáltalán. Te hányba teszed magad mondjuk így az énekesnők között? Hány első? Első hányba vagy benne szerinted? És lehetsz nyugodtan. Nem, szerinted? Ö, nem tudom, talán az elsőt. öt. Első ötben ott vagy? Igen. És azt is megmondod nekem mondjuk, hogy ki az a másik négy, akit ebben a szűk halmazban ott lévőnek gondolsz? Én nagyon-nagyon szerettem a Cserháti Zsuzsát számomra, ő egy nagyon-nagyon fantasztikus előadó volt. másik viszont, akit még nagyon-nagyon szerettem, ő az meg a Máté Péter, akinek rendkívüli hangja is volt, meg maga a jelenség, tehát nem tudom, hogy, mint említettem, nem tudom, hogy mit csinálok, de állítólag jól csinálom. Mindig ezt mondják. Ez a legjobb. <gül> <gül> hát, hogy akkor lenne már nem annyira jó, ha tudnád egyáltalán. Pici nem, is mindig azt mondja, hogy, hogy ne, 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 hagyjuk, hadd bontakozzon ki, bolyka. Akkor jó, amikor hagyjuk. Békén kell hagyni. Hát a csúlya Imréről mondják azt, hogy ráküldi az ösztönt. Tehát ez valami hasonló. Nem tudom, lenne. mit csinálok, de amit csinálok, na mindig azt mondják, hogy ez, ez jó. Nem azt mondják, hogy ez nem rossz, de a jó nem ilyen, hanem az mondják, hogy ez, ez jó. <laughs> ez jó. Attila, te esetedben nem tudom, hogy pénzügyi szakembernél lehet-e ilyesfajta szűk halmaz létrehozni, de ha mondjuk neked azt, kell, azt kérném, hogy mondd el az erősséged és mondjuk a gyengéd, vagy hogy például mitől voltál te sikeres, azt meg tudnád fogalmazni? Vagy vagy? Uh. Fú, hát ez, 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 ez nehéz ez kérdés. kérdés. Ez nehéz ez erre fel kellett volna -e készülni. Azt gondolom, hogy a, a szakmám belül a stratégiai látás az, ami általában szerintem az erősségem, a célratartásom talán az az, az, az erősségem. A fogyatékosságokat is elmondod? Hát a fogyatékosságom leginkább az, hogy szívemre tudom venni a dolgokat, és, és valószínűleg könnyebb lenne, ha nem, nem tenném. Ezt persze nem mutatom ki, de azért belül nem érző lényként, igen. De miért hát, nem mutatod ki? Hát nem tudom, mert nem, nem, nem érzem úgy, hogy ezt meg kéne osztani. Az gyengeség, hogyha az ember úgy megmutatja, hogy ez most úgy... Valamilyen szinten igen, attól függ, milyen a helyzet, milyen a környezet, tehát nem, nem adjuk ki a... Ha tudjuk magunkról, mi a gyengeségünk, mi az, amiben uh, kibillenthetőek ki vagyunk az egyensúlyi állapotunkból, ezt miért árjuk föl? Jaja. Te is így gondolod? Szerintem is így van. Mindig csak annyit mutas magadból, amennyit kell, amennyit szeretne látni az ember. Hát szerintem uh. ti most eléggé megmutattátok magatokat, amit ne, csak én... csak hiszed. Csak hiszem? hiszed, igen. Hát miután ezt rögzítjük ugye három kamerával, Vitrai Tamás szokta mondani, hogy a kameránál jobb eszköz nincs, olyan, mint a röngen. Pontosan kiderül, hogy ki mit mondott, nem mikor feltétlenül. Volt. mindig annyit mondok, amennyit kell. Ugye igazából nem egy ö, ö, új információ, mert ezt mindenki tudja. Köszi. Köszönjük. Köszönjük szépen. Én, és tudod, mit kívánok, hogy még maradjon még legalább tíz évig ez a rádió, pedig ezt mindig el akarták tüntetni. A Raj, rajtunk nem fog múlni. Nem fog múlni.